De minden gyülekezetnek együtt volt ebből a magazinból, úgyhogy akkor ez itt vagyunk, közkincsé, és akkor majd lehet lapozni. És tulajdonképpen erről szól az egész napunk, erről a korszakváltásról, és az utolsó előadást azt nem tudtam megvárni, de arról szól, hogy a mostani az új generáció, az Z-generáció, hogy kell viszonyulni, mindent, ezt mi megkaptuk már tanárként, továbbképzéseken, de igazából mondjam úgy, hogy nem veszítettem semmit, belemondtam Sistán, hogy el kell jönnöm hamarabb, de az, amiről itt szó lesz, amire előadók hívtak, hogy ez egy külsős előadó volt, pécsi professzor, na azt már megkaptuk a tankerületi továbbképzéseken, tehát ismerem ezt a generációs elméletet, tehát nekem nem mondanak ezzel újat. Na, tehát ez volt a vezetőképzőn, és akkor rátérnénk a mai Isten tiszteletünkre, ugyanis én ugyan azt mondtam, amikor elvállaltam a mai napnak a szolgálatát, hogy hát biztos lesz ott valami, ami alapján szolgálni tudok, hát volt is nyilván, és lehetne is, de Isten más helyezett a szívemre, és azt kaptam, hogy a megigazulásról beszéljünk a mai napon, ami végül is kapcsolódik ehhez a gondolathoz, hogy teremtés és megváltás. És ehhez pedig ezt a nagyon vitatott fejezetet fogjuk elolvasni a Bibliából. Ez a Jakab 2, a 14. verstől egészen a rész végéig. És azért vitatott, ugye, mert ilyen látszólagos ellentmondás van a páli tanítás és a jakabi tanítás között. És szeretném, hogyha végigmennénk ennek az elemein, és megnéznénk, hogy milyen gazdag az Isten igéje, és hogy létezik az, hogy első hallásra ellentmondás, és valójában mégsem ellentmondás, hanem igazából egyfajta kiegészítése egyik a másiknak. Még egyszer, hogy Jakab 2, a 14. verstől fogunk menni, de egészen a rész végéig. És akkor olvasom. Mi haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetei pedig nincsenek, azon megtarthatja-e őt a hit? Ha pedig az atya fiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindent, ami jelenel nélkül, és azt mondja nekik valaki kiközületek, menjetek el végességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adja meg nekik, amikre szüksége van a testnek, annak mi haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megfordul ő magára. Nem mondhatja senki. Neked hited van, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, és én meg fogom néked mutatni az én cselekedeteimből az én hitemet. Itt a másik fordításban az van, hogy mutasd meg nékem a te hitedet a te cselekedeteid nélkül. És ez lenne a jó fordítás. Te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod én pedig tudni, de hiába való ember, hogy a hit cselekedetek nélkül megfordul? Ahogy Ábrahám, a mi atyán, nem cselekedetekből igazítatott én meg felvidék Izsákot, az ő fiát az oltárra. Látod, hogy a hit együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és ha cselekedetekből lett teljesé a hit, és beteljesedett az írás, amely ezt mondja, hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítatott néki igazságul, és Isten barátjának nevezte. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazol meg az ember, és nem csupán hitből. Hasonlatos képben pedig a tisztátalan Ráhál is, avagy nem cselekedetekből igazítatott meg, amikor követeket házába fogadta, és más úton bocsátotta ki. Mert amiképpen volt a test vélek nélkül, aképpen volt a hit is cselekedetek nélkül. Na, és akkor nézzük meg egy kicsit azt, hogy miről is beszélünk tulajdonképpen. Arról van szó, hogy mondom, van egy ilyen látszólagos ellentmondás, meg Pál azt tanítja, és ugye most veszünk végig a római levelet, és mivel van tele a római levél? Azzal van tele, hogy nem hitből, vagy nem cselekedetekből, hanem hitből. Azért, hogy senki ne kérkedjék. És akkor ezt kellene körüljárnunk, hogy akkor tulajdonképpen mit is mond a Szentlélek által, és kihangsúlyozza, hogy a Szentlélek által mit mond Jakab a gyülekezeteknek, mert Isten nyilvánvalóan nem fog ellentmondani saját magának. Tehát annak merőben furcsa dolog lenne, hogy kicsit szószékharc
lenne, hogy az egyik prédikátor ugyanarról ezt mondja, és a másik prédikátor ugyanarról a szószékről, ugyanarról a témáról, hogy teljesen az a ellentétes és az a ütköző dolgot vezet le. Nyilván, hogy Istennek a szentlélek az nem így dolgozik, hogy az egyik gyermekét arra ösleti, hogy átmondjon, és a másikat pedig arra zét, hogy csak nem így bét, hanem zét. Tehát, hogy homlok egyéles végletnek gondolkodtam. Na nézzük meg, hogy egyáltalán mit ez a megítozás, és én megnéztem az előfordulásokat, és ezek az előfordulások, most megpróbálok itt rácsatlakozni a netre, és mármint nem a netre, hanem a kivetítőre. Te akkor be kell kapcsolom. Igen, ha tehet bekapcsolod, vagy tehet bekapcsolod, akkor az jó lesz nekem. Meg kell várnom, amíg bejelentkezik, és akkor majd mutatom nektek az ige helyeket. Így könnyebb lesz, hogyha kivetítem a Biblia programból az ige helyeket, mint hogy lapozzuk és keressük. Tehát azokon a helyeken, ahol előfordul a Károli fordításban a megigazolás, ezeken a helyeket fogunk végigmenni. Nézzük meg, hogy is néz ki, tehát mit tanít nekünk a megigazolásról Isten igéje. És hoztam egy nagy görög szótárat, itt van mi, azért, hogy elolvasom belőle, hogy mit jelent eredetileg ez a szó. Mielőtt kölcsönözte volna Pál apostol, meg a többi újszövetségi író. Kicsit nehezen akar nekem ez a technika összeállni. Addig megkérdezem, hogy a kivetítőképet meg fog látszani az a, tehát látod a kivetítőképén ott fent? A képernyőképen, amikor a közvetítést látod, akkor az is látszik benne, vagy az nem látszik? Tehát, nem. Nem veszi a kamera. Ja, de. Nem tudom, mire gondolom. De nem tud ráfókuszálni, szóval, hogy nem fog bele. Nem is kell ráfókuszálni, elég, ha annyit vesz, amennyit vesz. Mindegy. Addig, amíg hajlandó lesz a technika fölállni, pedig az Isten tisztelet előtt kipróbáltuk, és akkor még működött, most nem akar működni. Amikor hajlandó lesz, akkor majd kivetítem az ige helyeket, addig pedig csak mondom, hogy ezeken a helyeken egyetlen egy görög szót használ az ige, illetőleg ennek a különböző ragozott alapjait, és addig mondom az ige helyeket. A megigazulás az először így a Lukács 18-14-ben szerepel, és az utolsó a Titus 3-7-ben, és van 2-4-6-8-10-12 ige hely, és mindegyik helyen a törökben a dikájó szerepel. És ez a dikájó, mint ige, a következőt jelenti az ógörög nyelvben, azt mondja, hogy beigazol, bebizonyít, vagy igazságosnak, törvényesnek tart. Vagy azt jelenti, hogy kíván, óhaj, akar. Vagy beleegyezik valamibe, vagy pedig igazságot szolgáltat, vagy pedig véd valakit. És a másik értelme, az pedig az ítélettel kapcsolatos, tehát hogy megítél. Hát mit jelent a mi megigazulásunk? Sőt, még a maga a főnevi, vagy főnévi jelentést is elmondom, a dikájoszt. Igazságos, kötelességtudó, illemtudó, emberséges, civilizált, szabványos, valóságos, igazi, igazságos, jogos, becsületes, illő, jól egyensúlyozott, pontos. Ezeket jelenti főnévként ez az ige, amit az új szövetség kölcsönzött arra nézve, hogy meg belük érzékeltesse a megigazulásnak a fogalmát. És akkor, hogy mit is jelent tulajdonképpen nekünk ez a megigazulás, mert a magyar nyelv szabályai szerint, hogyha ezt vesszük, hogy megigazulás, akkor arra gondolom, hogy
igazából egy ilyen tökéletes állapotba vagyok hozva, pedig a szavakat, hogy elolvastam nektek, látjátok, hogy nem arról van szó, hogy most itt ilyen a perfektumba vagyunk emelve a megigazulás által, hanem Isten igazol bennünket tulajdonképpen azáltal, hogy elfogadtuk a mi úrunk Jézus Krisztusnak a megváltói munkáját. És valójában éppen maga a megigazulást is több mindenhez kapcsolja az írás. Például azt mondja a római levélben, és ezeken már végigmentünk, tehát ezeken a fejezeteken túl vagyunk, azt mondja a Róma 2-ben, hogy nem azok az igazok Isten előtt, akik a törvényt hallgatják, hanem azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Be tudjuk tölteni a törvényt? Nem. Ki az, aki betöltötte helyettünk a törvényt? Jézus töltötte be helyettünk a törvényt, és mi által igazolunk meg? Hogy elfogadjuk azt, hogy ő helyettünk betöltötte a törvényt. Mit mond a törvény? Hogy vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ugye? És a bűnnek a zsoldja a halál. Ennek még így lesz aztán folyamatban. A következő a Róma 3.24 azt mondja, hogy megigazulván ingyen az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Mondtam, amikor beszélünk a római levélről, akkor mondtam nektek, hogy a római levél az nagyon-nagyon következetes, és nagyon szépen egymásra épül benne minden. Tehát azt mondja, hogy a második részben arról beszél, hogy azok fognak megigazolni, akik a törvényt betöltik, de utána pedig nyilvánvalóvá teszi a római levél harmadik részének az elején, hogy mindnyájan vétkeztek, és mindnyájan szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül, tehát nincsen egy test sem, aki meg tudna igazolni, hogy eljussunk oda, hogy megigazolunk ingyen kegyelemből, ami Úrunk Jézus Krisztusban való váltságával. A negyedik rész 25-ben pedig tovább folytatja ezt, azt mondja, hogy aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazolásunkért. Tehát alapjában véve azt látjuk, hogy nem csak, hogy meghalt a bűneinkért, hanem Isten igazolta az ő igaz voltát, Isten fiúi messiási voltát azáltal, hogy feltámasztotta őt a halálról. Ha Jézus feltem támadt volna, mint a apostol, akkor mi még mindig a bűneinkben lennénk. Tehát pusztán csak, hogy meghalt értünk, az eltörölte volna az addig, tehát téridőben addig élt embereknek a bűneit, de akik utána születtek, azokra nem lett volna semmilyen hatással. Miért? Azért, mert ha nem támad fel, akkor nem tudsz hinni benne, mert most már csak hitáltal tudod a történelembe visszaforgatni ezt az időkereket, és csatlakozni ahhoz hitben, ami 2000 évvel ezelőtt tört. És elfogadni, hogy az rád nézve is érvényes. Ha meg Jézus nem lenne a feltámadásnak a bizonyos, akkor azt mondja Pál apostol, hogy mi, akik a ő halálánál vagyunk, és magát is beleérti, hogy megtörtént az ő halála, mi meg még élünk azután, számunkra nincs meg az eltörlés, mert hogy Pál azután tért meg, ugye Jézus meghalt volna. Szóval azt mondja, hogy feltámasztatott a mi megigazulásunkért. A Róma 5.1 folytatja, azt mondja, minek utána azért most megigazultunk az ő vére által, és visszakanyarodunk oda, hogy a törvény igazságra, hogy nincs vérontás nélkül, bocsánat, ugye ez a törvénynek az egyik alaptézsel, ezért van az a rengeteg áldozat az ószövetségi leírásban, hogy mindenféle szertartáshoz kapcsolódó ilyenek olyan, meg amilyen áldozatot kellett bemutatni, az áldozat meg azzal jár, hogy el kellett venni egy állatnak az életét, az pedig úgy csinálták, hogy elvágták a nyakát. Mi pedig megigazultunk az ő vére által, hogy sokkal inkább megtartottunk a harag ellen ő általa. Ez egy nagyon kedves ideje egyébként, hogy az Isten az ő haragját nem az egyháznak tartogatja. Egyébként ezt csak úgy mondom. Hogy aztán a 18. fejezetben, ugyancsak az 5.18-ban a következőt mondja, bizonyára azért, miképpen egynek a bűnesek által minden emberre elhatott a kárhozat, azoképpen egynek az igazsága által minden emberre elhatott az
életnek megigazulása. Tehát azt mondja, hogy úgy, ahogy Ádámban mindannyian vétkeztek, úgy a Krisztusban mindannyian megigazulni, és ennek a megigazulásnak ugye az a záloga és garanciája, hogy Jézus feltámad. És ugyanezt megtegeti Pál apostol a Galatalevélben, ahol azt mondja, hogy megigazulunk a Krisztusban való hitből, és nem a törvényre cselekedett hitből. És ez nagyon-nagyon fontos. És amikor szembesíti a nem túl képzelt út, elnézést a külső hallgatóktól is, ez csak egy vezeték érintkezés hiba. Szóval, akkor, hogyha szembesíti egy nem túl tájékozott teológus a páli álláspontot, hogy nem cselekedetekből igazolom meg, hanem hitáltal, és a Jakab álláspontját, hogy már pedig cselekedetek nélkül nem lehet megigazolni, akkor tulajdonképpen nem vesz figyelembe egy nagyon fontos dolgot. Hogy Pál nem azt mondja, hogy nulla cselekedet kell, hanem azt mondja, a törvény cselekedetéből nem lehet megigazolni. Ez egy hatalmas nagy különbség. Tehát te azáltal nem leszel Isten előtt elfogadható, hogy megpróbálod betartani az ószövetségi törvényt. Miért nem? Mert úgy cselekedik. Úgy sem megy. A törvény a bűnért adatott. A törvénynek nem az volt a célja, hogy életet, megváltást, megigazulást hozza. Ezért lett a törvény Krisztusra vezérlő mester. Mert a törvénynek nem az a célja, nem azért adta Isten a törvényt, hogy megváltást hozzon a népnek. Mert nem lehet a törvény által megváltást hozni. A törvény azért kellett, hogy a bűn leleplezőjön. Hogy nyilvánvalóan legyen, hogy milyenek vagyunk. A törvény azért van, hogy tükröt tartson elég. És a törvényben levő rendelkezése, az, hogy hogyan kell vétekért való áldozatot, meg ilyenért, meg olyanért, meg amolyanért való áldozatot bemutatni, az mind, mint amit a zsidókhoz írt levél. Azt mondja, hogy évről évre a bűnre emlékeztetnek. Mert a napoknak meg nem alkalmas a bűnnek az eltörlésére. És Pál mit tanít? Azt tanítja, hogy a törvény cselekedetéből nem igazul meg ő előtte egyetlen egy sem. Tehát bemutathatsz egy millió áldozatot, életed jobbnak az életét, hogy azért is bemutatsz áldozatot, amit még el se követtek, hogy hát ha mégis csináltak valamit, akkor se fogsz megigazulni. Mert a törvény az arra adatott, hogy nyilvánvalóvá legyen a bűn. És hogyha nyilvánvalóvá lesz a bűn, akkor értelem szerint kell valaki, aki ettől a bűntől megszabadítson. Mert hogyha a bűnben maradok, akkor jön az ítélet. Mert elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalnak, és azután az ítélet. És hogyha nincs egy megváltás, ugyanis a jó könyvében is kiderül, mikor azt mondja, hogy de tudom, hogy az én megváltom él, és utoljára az én polom felett megáll, mert eljut Jób is ennek a tudatára, hogy megváltó nélkül nem lehet. Hiába sok áldozat, akkor sem lehet. Na így jutunk el oda, hogy mi is tulajdonképpen a Páli tanításnak a lényege, és mi a Jakabi tanításnak a lényege. Tehát Pál nem azt mondja, hogy legyen egy passzív hitünk, és ne csináljunk semmit, mert úgyis hiába csinálunk bármit is, mert abban nem igazunk meg, aztán ne próbálkozz a törvénybe tartásával. Nem azon erőltődj, hogy majd aztán megmutatod, hogy mekkora legény vagy, mert ha csak egyet is megszegsz, akkor az egésznek a megrontásában vétkes vagy. Ugye? Ez van megírva. És akkor el tudjuk fogadni, hogy ez így van jól. Azt mondja, hogy Galata 5-4, elszakadtott Krisztustól, akik törvény által akartok megigazolni. Tehát aki azt mondja, és azt tanítja, hogy a törvény által meg lehet igazolni, mert ugye erre hivatkozik, hogy Jakab is ezt mondja, hogy ugye nem elég a hit, hanem kellenek a cselekedetek, és visszavezeti az embereket a törvényhez, azt mondja, hogy elszakadítja Krisztustól. Mert a törvénynek az volt a célja, hogy rávezessen a megváltóra.
hogy elvezessen oda, hogy a megváltó nélkül nem tudunk megszabadulni ebből az ördögi körből, a 22-esnek a csapdájától. Tehát azt mondja, hogy eljutottunk oda, hogy nem ellentmondás, vagy nincs ellentmondás a jakabi tanítás meg a páli tanítás között. Pál a törvényre fókuszálva beszél arról, hogy ne akar cselekedetekből megigazulni, hanem fogadd el hitáltal a Krisztus áldozatát, mert ez kegyelemből adja neked, viszont utána megjön az, amivel kiegészíti Jakab ezt a tanítást, hogy alapjában véve, hogyha nincsenek cselekedeteid, akkor nem fogunk nyilvánvalóvá lenni a hitel. És akkor ilyen példákat hoz, és akkor meg fogjuk nézni ezeket a példákat. Ugye két bibliai személyt hoz fel példának, Ábrahámat és Ráhábot, de előtte az ördögök kell példáhozni. Azt mondja, hogy azt mondod, hogy hiszed, hogy Isten él, ha jól teszed, az ördögök is hisznek. Sőt, ők még félnek is tőle. Miért félnek az ördögök Istentől? Három dolog. Az egyik az, hogy az ördög országában az alapvető lehetőlet az a félelem. Tehát a félelem mozgatja az egészet. Tehát az ördög országát az egészet a félelem mozgatja. Ők nem tudnak nem félni, mert erre vannak szocializálva, idézőjelben, mint ahogy az Isten országának a légköre a szeretet, mert Isten maga a szeretet, az ördög országának a légköre a félelem. Ezért mondja az írás azt, hogy ahol teljesen lesz a szeretet, az hírzi a félelmet. Nem lehet egyszerre benne lenni az ördög légkörében is, meg az Isten légkörében is. Ez egy lehetetlen dolog. Tehát nem lehet egyszerre a levegőn is, meg a gázkamrában is. Tehát ahol teljesen lesz a szeretet, onnan elhúz a félelem. Tehát az ördög nem tud más csinálni, mint félni. Fél Istentől is fél. Mert ott is megvan a hierarchia, és ebben a hierarchiában őket a félelem mozgatja. Nem szeretetből szolgál az alacsonyabb rendű démon a magasabb rendűnek, hanem félelemből szolgál neki. A másik dolog, amiért félik az ördögök Istent, az azért, mert tudják, hogy Istennek hatalma van fölött. És amit Isten parancsol, az muszáj végrehajtsák. És ott reszkedtek, hogy mikor fog Isten egy olyat mondani, hogy már pedig mars a sötétségben. Hogy emlékeztek, hogy kiűzte Jézus a ördögösből az ördögöket, a légiót. És ott könyörögtek neki, és muszáj küldjél a sötétségbe. Szóval inkább akkor megyünk a disznókba. Azt, hogy áldott állapot, akkor inkább a disznó, mint a sötétség. És akkor jó, menjetek oda, és akkor a disznókon belerohantak a tehát az ördögök ott van a félelem, hogy Isten bármikor beavatkozhat az ő kis rendjükbe, és az nekik nem jó, és a harmadik pedig a végkimenetel. Ők tudják, az ördög tudja nagyon jól, hogy mi a végkimenetel a dolgoknak. És félnek az ítélettől, mert hogy abból nekik semmi jó nem. Tehát az ördögök is hisznek, és félik is az Isten, mert tudják, hogy de egyszerűen annak, amit Isten tesz, abban tájuk néz a következménye van. Az ember nem él ezzel a tudattal. Nagyon sok ember nem él ezzel a tudattal, hogy Isten, amit tesz, az az emberre nézve annak következménye van. Tehát most csúnya szóval mondom, vagy néhány embert igen el lehetne küldeni az ördöghöz tanfolyamra. Vagy legalább hitet tanuljon tőle. Mert ezt mondja Jakab, nem? Vagy azt mondod, hogy hiszel? Jól teszed, az ördögök is hisznek, sőt. Annál több, mert ők legalább félik az Isten, és te nem. Ez akkor tanulj meg, hogy ragassz a hitet elé Isten félelme. Na, kemény beszéd ez, ki tudja ezt hallgatni, csak haza nem. Oké. Okay. Szóval akkor, hogy megértsük a hitek és a cselekedeteknek a viszonyát. Majd rátérek Ábrahámra is, meg Ábrahámra is, mert nem feledkeztem most úr, az nagyon szép lesz majd.
az a rész, hogy a hitnek meg a cselekedetnek a viszonyát, hogy megértsük, hogy reggel, amíg elmerkedtem, addig be kellett menjek a csendes kamrámba, szemben az irodámmal. Igen. Csend volt. De ott az irodámmal szembeni csendes kamrámba egyszer csak adott Isten egy képet. Hát így is szoktatok oda lenni. Luthernek is voltak a gondolatért csendes kamrámba. Kinek? Luthernek. Igen? Igen, le vagy. Oké. Szóval, adott Isten egy képet, és körülbelül úgy értettem meg ezt, hogy illusztráljam nektek a hitet és a cselekedeteket egy picit kerekével meg a pedállal. Mi hajtni? Ha a kerék próbálja meg hajtani a pedált, mi lesz belőle? Semmi alapjában véve, a kerék tudja hajtani a kerék a pedált, tehát tudod, hogy van olyan szituáció, amikor forogatod a kereket, és a pedál is forog veled, és hosszabbat tud tenni, hogyha a támasztó le van hajtva, és egyszer csak elakad az egész, mert neki ütőzik a pedál a támasztónak. Gyakorló biciklisek tudják ezt, hogy az elég hosszabbat, de nem lehet vele haladni. Alapjában véve a kerék, hogyha függetlenítjük a pedáltól a kereket, akkor a külső körülmények, tehát itt adsz neki egy lendületet, vagy pedig a lendületet tartani víz. Ha nem áll olyan, akkor terepviszonyok. Pedig felülsz a závoznál, ahol voltunk nem olyan rég, ugye felülsz a biciklire. Kemencéig gurulsz, mert hogy olyanok a terepviszonyok, hogy még inkább fékezned kell, mint hogy hajtanod, mert lehetsz. De amikor leérsz az energia legalacsonyabb pontjára, akkor ott maradsz. Mert hogy hiába várod, hogy majd a kerék meghajtja a pedált, mert a kerék nem fogja meghajtani a pedált. Na ilyenek a cselekedetek. Tehát, hogy a hátsó kerék az a cselekedet. Van úgy, hogy cselekedetekből igenis lehet eredményeket produkálni. Külső körülmények hatására, vagy éppen lendületből lehet eljutni A-ból a B-be, pusztán cselekedetekkel is. Nagyon sok embernek, aki kereszténynek vallja magát, igenis sikerül eljutni A-ból a B-be, még ki nem fogy az energiája. Még le nem jut az energiagödörbe. És akkor ott az energiagödörben derül ki, hogy a pedál, a hit meghajtja azt a kereket, és fölpedálozik vele, vagy pedig nem hajtja meg az a pedál a kereket, és ott marad a gödörben. Tehát így viszonyul a hit a cselekedetekhez, hogy látszólag bizonyos körülmények között mind a kettőnek megvan mindenhoz az eredménye, hogy mind a kettő eljut A-ból B-be. De amikor jön az életnek a nehézsége, amikor az van, hogy előtted egy megmászni való hely van, amikor az van, hogy az a szituáció van, hogy most aztán kell valami, ami kimozdít, na, hogyha nincs hitet, akkor az a kerék nem mozdul meg. Ott a cselekedetek meg ott halnak meg. És akkor jönnek a jó cselekedetek, a próbálkozások, és mindazok a dolgok, amelyek tudatot vallanak, akkor derül ki, hogy tényleg, ami eddig mozgott, az hitből mozgott-e, tehát hajtotta-e a pedál a kereket, vagy csak ment a saját lendületéről, a körülményeket kihasználva, a lehetőségeket kihasználva, a hullámokat kihasználva, vagy akármit. Amikor korcsolyáztunk a jéget a Velencei tónál, megvan az az élményem, hogy be volt fagyott, ilyen vaskalon be volt fagyott, jégtáblák voltak, úgyhogy totál biztonságos volt, hogy a 90-es évek elején lementünk így a családból a fiatalok, és akkor elkorcsolyáztunk széllel szembe, és utána meg hátat fordítottunk a szélnek. És mikor visszanéztem, akkor azt láttam, hogy egy korcsolyhajtás, egy korcsolyhajtás, ami ilyen 40 méteres. Tehát ami jellemzően ugye 1-2 méter szokott lenni, ilyen jó denevér szélcsekin volt, és neki szét is láttam, és mint a vitorna belém kapaszkodott, és mint
Össze meg is fogtuk egymás kezét, így azt hiszem. Igen, tehát csináltunk mindenfélét és élveztük, hogy van egy külső körülmény, amelyik visz bennünket. Viszont amikor a szélre szembe kellett menni, akkor meg hajtani, betálózni kellett, meg kellett hajtani ezt a korcsát, hogy eljussunk oda, ahonnan aztán a szél segítségével vissza tudtunk jönni, ez csak most eszembe jutott ez az illusztráció. Tehát arról van szó, hogy ahogy a pedál kell ahhoz, hogy a kerék dolgozzon, úgy kell a híd, hogy a cselekedetek azt mutassák. És akkor most nézzük meg ennek a két embernek a példáját, amit Jakab is felhoz, hogy hogyan nyilvánul meg ezeknek az embereknek az életét, amire Jakab hivatkozik. Mert azt már hamarabb mondta Isten tulajdonképpen, hogy hitt Ábrahám az Istennek, mikor azt mondta Ábrahámnak, ugye kelj fel és menj ki a te földedről, és én nagy népét teszlek téged, ugye ez az 1 Mózes 12-ben, és már ott hitt Ábrahám az Istennek, de el is indult. Ezért mondja azt Jakab, hogy mutasd meg nekem az hitedet cselekedetek nélkül, és majd én megmutatom neked az én hitemet a cselekedetek nélkül. Majd erre még visszatérünk. Viszont itt, amikor hivatkozik Jakab, az kimondottan az, amikor Izsákot földáborozza. És itt már ugye megtörtént az áldás, tehát megvan az Ábrahámi áldás, megvan a visszaigazolás Isten részéről, sőt, megvan a beteljesedés is, az ígéretnek a gyermeke, megvan a beteljesedés. Azt is kiemelte például a Forrenderson most tudjuk be, hogy érdekes módon az Ábrahámnak a gyereke is mentőnőtől született. Sára mentő volt. És még Isten termékennyi nem tette, addig nem lett gyereke. És mikor tette termékennyi? Amikor már fizikailag képtelenség volt. És ha belegondolsz, akkor Izsáknak a felesége is mentő volt egy darabig. Tehát itt Isten tett csodát, tehát már készítette ekkora korszakváltást így a feleségek életében is. Na, szóval akkor visszatérve, hogy milyen szituáció volt ez Ábrahámnál. Azt mondja neki Isten, hogy menjen és áldozza meg az ő fiát azon a helyen, amit ő mutat neki. Ez kimondottan egy ilyen krízis helyzet. Egy olyasmi, hogy ha ez a gyermek most meghal, aki amúgy is nagyon későn és nagyon nehezen született meg, és hogyha nekem most ezt a gyermeket meg kell ölnöm, és ennyi idő telt el azóta, hogy ez megtörtént, hiszen akár már év, olyasmi, ugye? Tehát ez azt jelenti, hogy és hát mennyi lehetett 12 éves, 16 éves, oké, adjuk hozzá Ábrahám életkorához, mint kapunk 112-t, adjuk hozzá Sára életkorához, mint kapunk 102-t. Tehát ami 90 éves korban már csodaszámba ment, hogy Sárának gyereke lett, hát 102 éves korban az... És mit mond Ábrahám, amikor Isten ezt mondja? Azt, hogy az Úr vissza tudja adni neki. Emlékeztek, mikor is már erről prédikált, hogy Ábrahámnak úgynevezett úrmás hite volt? Igen. De nem csak, hogy feláldozni kellett, hanem égő áldozatként kellett bemutatni. Tehát el kellett volna égetni. Tehát nem elég az, hogy lesz úrja, és kifolyik a vére, abból még könnyen föltámadni, idézőjelben. Mert onnan, hogy van egy úrnányi hangot. Ebből lehet támadni. És Ábrahámnak meg volt ez az úrnás hite, hogy Isten nem fog ellentmondani saját magának, hanem amikor ilyen képtelenséget meg lehetetlen kér, akkor a legkevesebb az az, hogy rábíztam az életemet. Eddig is rábíztam az életemet. És a legkevesebb az, hogy megmutatom, hogy itt ezen a ponton is tudok neki engedelmes lenni.
bízom benne oda, hogy tudom, hogy nem fogja megtagadni az ígéreteit, tudom, nem fog cserbehagyni azzal, amire elhívott, és hogy ebből az egész áldás fog születni. És tudjátok, amikor az életeteknek, vagy életünknek ilyen krízis helyzete van, akkor mutatkozik meg, hogy van-e pedál a biciklinek. Akkor mutatkozik meg, hogy van-e pedál a biciklinek. Nem akkor, amikor jó kis szél van, és ez legyen a Szentléleknek a szele, és lehet vele repülni, mint annak idején a jégen. Mert az könnyű. Amikor eláll a szél, amikor elfogy a lejtő, és elfogy a bicikliből a lehetőlet, és ott állsz a hegy alatt, és át kell kelni azon a helyen, vagy föl kell adni az életedet. És azt kell mondani, hogy hát Istenet itt tartok. Köszönöm, hogy eddig fújtál, de most már fújtál. Akkor derül ki, hogy majd pedál a biciklinek. Ábrahámnak az tud derül, hogy majd pedál a biciklinek. Nézzük meg a másik példát. Ráhám. Kicsoda ez a Ráhám? Jerikónak egy lakója. Az volt az első, amit Izrael bevett, amikor átkelt a Jordánnak. Gyakorlatilag ott kezdődött a honfoglalás. Ugye? És elküldi a kémeket Jerikóba Józsué. Nem, ez már Józsué volt. Józsué elküldi a kémeket Jerikóba, hogy kémleljék ki, és Ráhám meghívja ezeket a kémeket magához, és az ablakon keresztül bocsátja le őket, hogy el ne kapják a Jerikóiak. És mit kér tőlük? Igen, emlékezzetek meg róla, amikor elfoglaljátok ezt a várost. Mi lehet ennek az előzménye? Az egyetlen ember, aki Jerikóba elhiszi, a hírek jöttek, hogy jön egy nagy és győzedelmes sereg, amelyik legyőzte az óvod Básán királyát, meg legyőzte Amálékot, meg ezt, meg azt, meg azt. És jönnek, és nekik ez kell, ami a miénk. És Jerikója miben íztak, hogy olyan vastagok a falak, hogy ezek ide tudjan be, nem jönnek. Nincs az a kincs, hogy ezek ide bejönnek. Vagy el? És Ráhám azt mondta, hogy ez az Isten, amelyik ezt a népet vezeti, ez megmutatta, hogy milyen hatalmas. És nekem egyetlen egy esélyem van arra, hogy életben maradjak. Ez elhitte ez a parázna nő. Egyébként az oldalon a felújítottát. Tehát nem mondok olyan nagy szentségkedéstel. Szóval elhitte, hogy ez a hatalmas Isten, ez képes lesz, ez a bevehetetlennek tűnő város bevenni. Be is vették? Hogy vették be? Körben járták, két nap, hat napon csak naponta egyszer, és a hetedik napon pedig keresztel. És mi történt erre? Leomlottak a falak. Na, gondolkozzunk egy kicsit. Helyszín. Hol engedte ki Ráhám a kémeket? Az ablakon. Hova nyílt az az ablak? Biztos, hogy nem az utcára, akkor bent maradtak volna a várban. A falon kívül. Tehát az ő lakása hol volt? A falon. Mit mondtak neki a kémek? Kössél egy vörös vonalat az ablak ráncsára. És nézzétek meg, hogy mi történt, amikor leomlanak a falak, de az a lakás éppen van.
átvonultatok, akkor most vissza az ideje. Mert hogy ahhoz, hogy a kémeket kiengedjük a bárfalon kívül, az a lakásnak a bárfalon kellett lenni, a bárfalban kellett lenni. És a bárfalak leomoltak. De a vörös vonal, egyet utalása a Jézus Krisztus vérére, a vörös vonal megmentette. És még annál is szebb dolog, hogy olyan valami tette feleségül aztán később, aki a Jézus Krisztus családfájában benne van. Tehát akkora Isten úgy megtisztelte ezért a hitéért, hogy a később a megváltónak a családfájának a részét élet. Na. Szóval, játszunk még egy kicsit. Tehát ez nagyon nem játék, amit csinálok, de most egy kicsit játszunk. Vegyük el a pedált Ábrahámtól meg Ráhábtól. Ja? Ne legyen neki pedáljuk. Mi történt volna? Ja, nem velük mi történt volna, velük mi történt volna. Vegyük ki a hitet a cselekedeteik mögé. Akkor Ábrahám mit csinált volna? A cselekedet megvan, nincs mögötte hit. Minek nevezed? Jaj, de nehéz ez a játék. Szóval akkor, mit csináltál rá? Fogta a fiát, épített egy oltárt, megkötözte, és fogta a férfit, hogy most leszúrom. Minek nevezed ezt a cselekedetet hit nélkül? Gyilkosságnak. Emberkínzás. Igen, hit nélkül, amit Ábrahám csinál, az se nem erkölcsös, se nem elfogadható, minden tekintetben elítélendő. Mit csinált rá? Elárulta a városát, elárulta a hazáját, két gyöpet kérnek. Ugye? Miért? Hogy ő életben maradjon. Vedd ki a hitet mögüle. Hogy nevezed? Hazáruló, aljas, önző. Az ilyeneket aki olvast az egri csillagokat. Hegedűs nagy nagyot fölakasztották ezért. Ugye? Akik vele voltak, azoknak meg a fülüket vágták le, ha jól emlékszem. Hasonló cselekedetért. Ha nincs ott a hit, akkor ez, amiről beszélünk, a pedál nélküli cselekedet, az egy önző, erkölcstelen, aljas, öncélú, akármicsoda. Na, így néz ki az, amikor amikor mondtam, hogy nem tudom, hogy mondtam. De mondtam valamit, hogy akkor elég volt, és akkor nincs tovább. Mikor az ember elérkezik a domb alá, és nincs tovább, hogy akkor pedig együtt, és akkor most már kész, vége. Na, így néz ki, mikor az ember neki fog ilyen önmentő cselekedeteket csinálni, hogy akkor kiveszed mögül a hitet, akkor gyakorlatilag oda jutsz, hogy de ezt nem csak Ábrahámmal, meg Ráhábbal lehet megcsinálni, hanem próbáljátok meg bármelyik hithősnek. Ott felsorolja a zsidók 11 a hithősöket, és próbáljátok meg belegondolni az életükbe, hogyha kiveszed a pedált, leveszed a bicikliről, és öncélban csinálták valamit, csináltak, akkor azt hogy néznek ki ebből csinálni? Minden csak nem szép és nem jó. És... Na, szóval most jutottunk vissza ahhoz a ponthoz, mit tanít Jakab? Az, hogy a hitnek cselekvőnek kell lennie. Mert hogyha a hit nem hagyja meg a hátsó kereket, hiába, hogy van pedálod, de ha nem hagyja meg azt a hátsó kereket, akkor nem halad sehova. Megvannak azok a szituációk, amikor igen,
hittem rá kell állni arra, hogy Isten van, vagy amire Isten készül, mert Ráhábban nem mondott Isten semmit az ég adta világon, de Ráhább megértette, hogy mire készül Isten, és azt mondta, hogy én annak akarok a részese lenni, amire Isten készül, és nem annak akarok a részese lenni, aki ellen Isten készül. Értő? Tudunk rá nem mondani? Fogadjuk, hogy nem gondoltál volna, amikor elkezdtem, hogy ilyesmi fog kisülni belőle. És még nincs, még nem vagyunk a végén. Tudjátok, az a szituáció, hogy cselekedeteket lehet utánozni. Hitérkül is lehet cselekedeteket csinálni. Nincs vele a biciklinen, majd fölteszel egy motort, vagy hagyja helyet. Van ilyen? Segéd motoros kerékpárnak hívják. Jézus a Máté 7-ben azt mondja, hogy jönnek majd hozzám, és mondják, hogy Uram, nem a te nevedben űztünk ki ördögöket, profétáltunk, és én azt mondom, hogy sosem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Távozzatok tőlem, ti gonosz tevők. Képzeljétek el, hogy még ilyen vallásos cselekedeteket is lehet utánozni, mint az ördögűzés. Ha nem hiszed el, akkor olvasd el a Lukács evangéliumának a 11. fejezetének a 17-23-as verseit. Most nem teszem meg az időnek a rövidsége miatt, de felidézem, hogy mi van benne. Ugye Jézusnak azt mondják a farizeusok, hogy az ördöggel űzik ki az ördögöt. Jézus két dologgal érve. Azt mondja, ha én az ördöggel űzöm ki az ördögöt, akkor az történik, hogy az ördög háza meghasonlik önmagával, tehát szembe megy saját magával, és az a ház össze fog omlani. Mint ahogy egy nép is összeomlik, egy ország is összeomlik, hogyha belső viszály meg konfliktus van, de se család, se nép, se ház nem áll meg ezzel a belső konfliktussal. És utána viszont azt mondja, hogy ha én Belzebubban űzöm ki az ördögöt, akkor a ti fiaitok vajon ki lehet? Hoppá! Hoppá! Kanyarodjunk csak vissza arra, hogy mi uralkodik az ördög országában? Mi a légkő? A félelem. És hogyha valakinek nagyobb ördöge van, mint a másiknak, a nagyobb ördög igen, ki tudja űzni a kisebb ördögöt. Más kérdés, hogy ördögnek nem érdekel ördögöt űzni, de időnként képzeljétek el, hogy az ördög ezt megcsinálja. Pontosan látszat eredmények miatt, mert ezzel is lehet hitetni. És pontosan számára hitetés, mint az, hogy most abban az emberben éppen van ördög, vagy nincs ördög. És akkor a nagy ördög azt mondja a kis ördögnek, hogy húzzál el, és ez majd azt fogja hinni, hogy itt egy nagyon nagy csoda lesz, és majd bennünk fog hinni, és akkor a miénk örömmel. Lehet ördöggel ütni ördögök, és azt mondja Jézus, hogy ha én Belzebubban üzöm ki, hát akkor ti fiaitok mivel csinálják? Magyarul csinálják. Nem? Csinálják. Végül is az ördögnek ez a célja, hogy elhitesse az embereket. És az ördög nagyon képes vallásos cselekedeteket utánozni. Éppen ezért, pusztán csak azért, ezért, pusztán csak amiatt, de újra terveztem az egész mondatot, pusztán csak amiatt, hogy egy embercsoportban ugyanazt a viselkedést mintát látod, az nincs fokozott összefüggés, hogy az embercsoportnak minden egyes tagja hisz. Mert némelyek hisznek, némelyek utánoznak. Szomorú, de való. Ha nem utánozná, akkor kirúgna a lólát. Jézus azt tanítja, hogy jött a magvető, és éjszaka jött az ellenség, és a jó mag közé oda vetette a honkot.
És azt mondja, hogy mikor kérdezték az angyalok, vagy a szolgáik, hogy most mit csinálják, húzzuk ki, azt mondja, ne! Mert a búza is sérülne. Mert mi nagyon egyformák. Várjátok meg, amíg mind a kettő kinyilvánul, hogy mi is lett belőle. Majd akkor, amikor az aratás van. Amíg bujkál, rejtőzködik, hasonlít, úgy csinál, mint van. És van az egyházban ilyen, hogy viselkedés mintákat utánozunk, ha ezért nem lehet a cselekedetekbe üdvözülni. Oké? Tehát itt ez a pálidosság. Hogy pusztán, hogy úgy csinálsz, mintha, attól te még nem leszel a Jézusé. Viszont a Jakab igazság azt mondja, hogy ha neked van egy passzív hited, de az nem hagyja meg a biciklikereket, akkor te ából véve sosem ész el. És ugyanúgy nem lehet üdvözülni. Értjük egymást? Vagy miről is van szó? Tehát ilyen szépen kiegészíti az egyik írásrészt a másikat, és nem arról van szó, hogy most itt két szolgálja Istennek, egymással szembe megy, és amit az egyik tanít, majd a másik megcáfolja, mert lám, hogy nem úgy mondta, hogy mondani kellett. Pál azt mondta, hogy a törvény cselekedetéből nem igazul meg egyetlen egyes sem, és Jakab azt mondja, hogy oké, hogy van hited, de ennek a hitnek meg kéne nyilvánulnia. Mert hogy a hit miben nyilvánul meg? Cselekedetekben. És ezeket a cselekedeteket hogy nevezzük? A Galata levél szerint ezek a gyümölcsök. És hogyha ezek a gyümölcsök, húzza is konkord, tehát amikor hozza maga magját, a maga gyümölcsét, és lehet látni, hogy melyik, na majd akkor fog kiderülni, hogy a testnek a gyümölcseit termik-e, vagy pedig a életnek a gyümölcseit termik. A szeretet, békesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, hogy ezeket termik-e, vagy pedig még mindig a testnek a cselekedeteit hozza. Mind a mellett, hogy látszólag mind a kettő ugyanúgy néz ki. Mikor fog ez kiderülni? Majd krízis helyzetben. Mert amit csak úgy fújdogál, a Szentléleknek a szele a gyülekezetben, és olyan könnyű hívőnek lenni, addig a nagyon egyforma mindenki. És akkor most itt két kérdés a végére. Az egyik az, hogy ha most krízis helyzetben lenne, akkor tudnál-e hitből való döntést hozni? Nagyon szeretjük ezeket a történeteket, amikor elmeséljük nekünk, ugye, hogy ott mesztelenül a jégre hajtották a hívőket, hogy ott hagyjanak meg. És akkor az egyik feladta, és akkor az egyik katona lelet között is beállt a helyre, és a többiek kérdezték, hogy miért csinálod. És azt mondta, nem látatok a fényes koronát a fejed fölött, tehát nekem az kell. Ugye vannak ezek a nagyon szép, hogy megtörtént vagy nem történnek, az soha nem fogjuk tudni bebizonyítani, de így a prédikációknak vannak ilyen szép történeti illusztrációi. Viszont az életnek a véres valósága időnként az kegyetlenebb, mint a szép mesék. Krízis helyzetben képes vagy arra, hogy az Úr mellett döntse? Mint amikor a második világháború idején berúgolt néhány orosz katona gépfegyverrel egy gyülekezetben, és azt mondták, hogy na most, aki a Jézusé, azt lelőjük, aki nem a Jézusé, az mehet szabadon. És akkor a gyülekezet egy része elhúzott, és utána letették a fegyvert, és azt mondták, hogy ezt azért csináltuk, mert nem akarunk lebukni, de kerestünk egy közösséget, akikkel együtt tudnánk imádkozni. Érdekel tovább hajszolni. De azok ne áruljanak. Volt ilyen is. Ezt sem tudom igazolni, hogy igaz volt-e, vagy nem volt igaz. Ezek ilyen köztájon forgó példázatok, amiket a prédikátorok mondani szoktak, tehát ezt már nem fogjuk látni, szerintem nem is kívánom vele, hogy kivetítsen fel, nem az igét nekem nagy részét, de úgyhogy ezt közelem fogok. De tedd föl magadnak ezt a kérdést, hogy mennyire vagyok erős a Krisztusban. Hogyha most egy ilyen krízis helyzetem van, akkor mit fogok választani? Az... Amit teszem, hogy mindig
Bocsánat, gyere közelebb hozzá, mert ott nem hallják a te hangodat. De ha mellé válsz, akkor hallanak. Ide, gyere ide mellé, és itt beszélj már, hallanak. Mindig ilyen nagy dolgokra gondolom, krízis helyzet, és akkor kiáll az úr mellett, de az nem kiállás az úr mellett, hogy mit tudom én, valaki kiszúr velem, és akkor én jó vagyok vele. Szerintem igen. Csak mi mindig ott akarom, hogy jaj, majd akkor, majd mit tudom én, keresztre akarnak feszíteni, én akkor ki akarok állni az úr mellett. Nem akkor kell menni, sose fogunk kiállni, ha ezekben a hétköznapi krízis helyzetekben, pici, idézően pici krízis helyzetben. A szomszéd gonosz volt velem, és akkor én jó legyek vele. És így tovább. Tehát szerintem ez a megoldás. Mert hogyha ezt nem tesszük meg, hogy tennénk már meg a nagyobb? Tehát átadjuk akkor magunkra. Igen. Aki kicsit bűn, az te is akarsz beszélni a mikrofonban? Nem. Mondd el, hogy mi volt Krisztus. Hát be akartam mondani, igen. Tehát ez lett volna a következő, igen, hogy a Krisztusi fazekas családnak, tehát a felesége anyósának a családjának, az apósom anyósának a családjának akartam mondani, rosszat mondtam. Ott ugye az a szituáció volt, amit az öreg nagymama a könyv, amit diktált, ezt meg is emlékezett erről a mozzanatról, hogy kényszerítve voltak a baptisták, hogy visszaállnak az evangélikus egyházba, és utána nem állnak vissza, hogy deportálják őket. És a három gyülekezet vezető közül az egyik volt csak, amelyik kitartott a hite és az elkötelezettsége mellett, és ő fel is pakolta hűségesen a szekeret azzal, hogy akkor most deportálják őket. Maradt ház, gazdaság, minden marad, és őket viszik az ingóságaikkal. A másik két vezető az egyik aláírta, és a harmadik meg megszökött. És így tulajdonképpen egy kimutatható áldásvonnal lehet ezen a családon, ott, ahol a fazekas nagyapó ezt bevállalta, hogy deportáljanak, ezt el lehet olvasni a nagymama könyvében is ezt a hát ez az egyik kérdés, hogy ilyen tett fel magadnak azt. Én egyetértek a Lacival, hogy nyilván, hogy a kicsibe kell megmutatni először, hogy mire lennél képes nagyban. De tedd fel magadnak ezt a kérdést, egy ilyen szituációban, hogy most hirtelen hoznak egy törvényt, akkor mit fogsz csinálni? De mondok egy személyes bizonyságot is ide. Most behozzák, hogy be szeretnék hozni ezt a státusztörvényt. És a hátam közepese kívánja azt, ami abban a törvényben le van írva, mert azt már igazából az embertelenségnek a határára súrolja. Úgyhogy azt mondtam, hogy fogom magam, és elmegyek villamosvezetőnek Budapestre, többet fogok keresni, mint pedagógus, kevesebb munkával. És nem kell csomó embernek a bajával nyílődnöm. De ezt meg a tábor, amikor megérkeztem a vezetői konferenciára, és kérdezték, hogy vagy, meg mit tudom én, és akkor ugye ezt mondtam, hogy hát ezt ha bevezetik, akkor én megyek. Megyek villamosvezetőnek. De azzal a szintben az volt. Akkor már kezdve voltunk. De azt mondtam, hogy mentem el a szívembe, hogy én szeretnék Istentől egy konkrét vezetést kapni, mit csinálok ezzel a szívmásodóban. És az úr azt adta a szívembe, az egyik bizonságtétel során a Tesszalonikai levélben olvasta fel azt a részt, hogy pedig csendben munkálkodjatok. És Istennek a lelke úgy fordította le bennem ezt az egészet, hogy végül is az ő kezében vagyok. És most nem azért kívott el engem ebben a szolgálatban, már mint az iskolának a vezetése szolgálatban, most nem erről beszélek, amit van, hanem a pedagógiai munkámról, nem azért hívott el oda, vagy akkor, és most hátat fordítsak, és azt mondjam, hogy ez mind a mellett, hogy amikor elhívott, akkor nyilván nem ezek voltak a körülmények, és én nem erre mondtam igen,
De milyen hitről meg vezetésről teszek bizonságot, ha most hátat fordítok? Mit közvetítek a kollégáim? Ki fog nekik reményt adni, hogy én is hátat fordítok? Úgyhogy Isten ezt értette meg a szívedben, hogy fel kell vállalni ezt a szituációt, neki majd gondja lesz, ebben a szituációban is gondja lesz. Úgyhogy ez most abban véve egyfajta krízis helyzet, amiben vagyunk, mert döntés szituációba kerültem, ez a menjek vagy maradjak, és nem csak az, hogy maradjak, hanem az, hogy csináljam tovább a vezetői megbízatásomat, aztán besorolom a vezetői pályázatot. Ezt a szakszervezet egy hatoldalas ilyen táblázatos változatot mond, hogy milyen most és milyen lesz, ha ezt bevezetik. Ezt hadd ne részleteszünk, jó? Privátban majd elmondjuk. Oké. Tehát ez az első kérdés. Te tett fel magadnak ezt a kérdést, hogy ha milyen szituációból kerülsz, akkor hogy döntesz? Tudod-e azt mondani, hogy azt teszem, amit az Úr mond? Engedelmes leszek. Meg tudod-e mutatni a hitedet az engedelmességből? Meg van egy nagyon aranyos történet egyébként, ezt is elmondom ide, még nem jutottunk el a második kérdéshez, de már nem is ott vagyunk, hogy ilyen pásztori anekdoták vannak, akkor... Ez tényleg nem történt. Ugyanis az a pásztor mesélte, aki vele ez megtörtént. Egy szolgált egy gyülekezetben, és volt egy nőtestvér, aki szuper aktív volt az élet a világon, tehát ez a állandóan tüsténkedett, mindent csinálom, testvér, így, úgy, csak szólj, bár is, tudom is én. És a pásztor elvette az Úrtól, hogy beszélgessen el vele. És oda hívta a testvérnőt, és azt mondja, hogy figyelj testvérnő, az Úr kér tőled egy nagyon nagy szolgálatot. És azt mondta, mondja, bár is, csinálom. És nem csinálom semmit. Hát ezt nem. Ez nem az Úrtól. Időnként igen, az Úr időnként ilyet is tud mondani. Mikor az van hülye, és nem az van, hogy az Úrnak vannak ilyen meglepetései. És azért kérdezem, hogy tudsz-e, el tudod-e kötelezni magad a szívedbe arra, hogy akkor is engedelmes leszel, hogyha az Úr éppen olyat mond, ami azt jelenti, hogy a saját komfortzónádból nagyon ki kell lépni, vagy éppen valami, ami nagyon jó neked, azt abba kell. Amiről te azt gondoltad, hogy áldás, hogy arra kereted van, hogy elhivatásod van, hogy mit tudom én, és azt mondod, hogy minket kell. Jó. A másik kérdésem, amit te felírtam el a cetire, az, hogy igazolják-e, tehát tedd fel magadnak a kérdést, igazolják-e a cselekedeteim, hogy hívő ember vagyok? Vagy csak lebeszélem magamnak? A pedál hajtja a hátsó kereket, vagy valamilyen más lendület viszi azt a hátsó kereket? Mi a mozgató? Mi a motiváció? Az Isten iránti elkötelezettségem miatt csinálom, amit csinálom, engedelmességből csinálom, amit csinálom, vagy azért csinálom, mert nekem jó, vagy azért csinálom, mert így tudok kitűnni, vagy azért csinálom, mert a többiek is ezt csinálják, és ezt kell csinálni, mert így illik, vagy miért csinálom? Miért teszem? Istennek akarok vele tetszeni, vagy magamnak akarok vele tetszeni, vagy éppen az embereknek akarok vele tetszeni, vagy éppen egy állarc, mint a pompoly. Ezek nagyon komoly kérdések. És miről, honnan indultunk el? A megigazulásból. Megigazulunk pedig hit által.
A hit pedig hogyan fog megnyilvánulni? Cselekedetekből, tehát nem attól leszek én hívő, hogy gondolatom magamról, vagy kiteszek magamra egy ceplit, hogy én hiszek Jézusban, I love Jesus, és akkor el van rendezve minden. Nem attól leszek keresztény, hogy egyszer egy gyülekezetben elmondtam egy befogadó imádságot. Mert ha nem jött létre a szívkapcsolat köztem és Isten között, nem ültettem föl Jézust az életemnek a trónjára, akkor az engem nem fog hitelesíteni, hogy egyszer elmondtam egy befogadó imádságot. Tudjátok, ezeknél visszasírjuk időnként ezeket a nagy tömegevangelizációs rendezvényeket. Hogy jaj, de szép volt, amikor 40 ezeren hallgatták Billy Grahamet a 60 ezeren a Népstadionban. Persze, nagyon szép volt. És hogy hányan kimentek és megvallották. És akkor megkérdezem, hogy hány bolondszüzet gyártottak akkor is ott? Bolondszüzet. Aki megvallotta, és azt hittem, hogy akkor ezzel rendben is van. Kész, állam, Isten felől elküldtem, oda mentem, elmondtam, hogy üres vagyok, jöjj Jézus a szívembe, és utána éltem tovább az életemet. Hány ilyen van, aki nem csatlakozott gyülekezethez, nem épült be egy élő sejtbe, nem került bele a Szentléleknek a körforgásába, nem született újjá. Miért csinálom, amit csinálom? Az Isten iránt való hitem és engedelmességem motivál-e azokban a dolgokban, amit teszek, vagy teszem, mert már elmondtam, hogy milyen nagyon, nagyon komoly kérdések ezek, és nyilván, hogy valamiért van ennek aktualitása, de nem így mentem neki ennek a hétvégének, hogy én erről prédikáljak, és nem így mentem el a vezetői konferenciára, hogy én erről prédikáljak. De Isten ide vezetett el, hogy ma erről prédikáljak. Úgyhogy, és én meg kimutattam az Isten iránt való hitemet, erről a cselekedetemből, hogy ezt a prédikációt elmondtam. Thank you.